Drága mennyei atyám, hálásak vagyunk neked, Uram. Köszönjük, atyám, hogy te itt vagy köztünk, Uram. Köszönjük, atyám, hogy te adod nekünk a bölcsességet, Uram. Mert minden bölcsesség és minden jó tanítás és tudás tőled, Uram Istenem, leírja Jakab levele, Uram. És mi nem is tulajdonítunk magunknak semmit, Uram. Tiéd a dicsőség, tiéd a bölcsesség, Uram. De hálásak vagyunk, atyám, hogy a Szent Szellem bennünk lakozást vett, Uram. És rajta keresztül, Uram Istenem, te magyarázod el az igének a jelentését, Uram. És hogy az igény is írja, hogy az igen ne szállat legyen, hanem fel legyen kendve, Uram, a te Szent Szellemednek a jelenlétével, erejével, Jézus nevében. Amen. Drága testvéreim az Úrban, ennek adnánk egy címet, lehetne az, hogy ez nem vízkeresztség, mert van többféle keresztséget olvasunk a Bibliában. Vannak, tudjuk, olyan vallásos helyek, ahol csak vízkeresztség van. Ugye megmerítik a bárányokat, és akkor azt mondják az, hogy rendben van, mindent megkaptak vele. Aztán tudunk olyan vallásos helyet is, ahol meg azt mondják, hogy nem kell vízkeresztség, nincs rá szükség. Én erről szeretnék egy tanítást és igékkel alátámasztani. A Szentírás világosan kijelenti, többféle keresztség van. Zsidók levelején odalapodok, 6. fejezethez. És a 2. igeverset szeretném felolvasni, ami ezt írja. Keresztségekről, kenek rátevéséről, holtak feltámadásáról és örök ítéletről szóló tanítások. Szóval sok-sok keresztség van. Az ige bemerítéséről tanít. Az 1 Korintus 12-13, odalapodok és felolvasom ezt is. 1 Korintus 12-13, hogy ő mit tanít nekünk ezekről a dolgokról, mert én úgy érzem, nagyon jó, ha ezt tisztázunk, mert sok-sok zavaradottság van ebben a keresztségekkel kapcsolatosan. 12-13, felolvasom, mit ír. Mert hiszen egy szellem által mi mindjárt egy testé keresztelkedtünk meg, akár zsidó, akár görög, akár szolgák, akár szabadok, mindjárt egy szellemmel itattattunk meg. Itt egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy ez a Szent Szellemnek a keresztsége. És egy. Ha te ebben meg vagy keresztelkedve, megitattattál ebben a Szent Szelleme, akkor mi egyek vagyunk. Most utalhatnák vissza a múlt heti tanításra, ugye, amiről pont erről beszéltünk, ha te otthon vagy a 4 fal között, akkor hogy vagy velem egy? Megint csak egységbe kell, hogy legyünk. Szóval a Szent Szellemmel beitatottunk, megkeresztelkedtünk, akkor egyek vagyunk Jézus Krisztusban. Itt írja az ige, nem elmondom, az ige írja. Ez a Szent Szellem keresség. Ezt át lehet akár kéz által is venni, vagy át lehet valaki tanít, és akkor megkeresztelkedsz, és befogadod a Szent Szellemet. Nagyon sok keresztény van, főleg a vallásosságnál, ahol a Szent Szelleme meg sem keresztelkedik. És azt hiszik, hogy rendben van. És hát esélyük sincs arra, hogy a Magyarországba kerüljenek, mert megint csak a Nikodémus tudom felhozni, ő is testi volt. És ott Jézus elmagyarázta neki, nem fogod meglátni a mennyek országát, hiszen újjá kell születni. Az újjászületés nem az által van, hogy a víz alá lenyomnak. Hát ha a bűnökbe ment a víz alá, ugyanan bűnös lesz, hogy csak vizes lették. És sok keresztény ez van. És még el is hiszik, hogy ők rendben vannak. Nem, pont ezért szól ez a tanítás, hogy mindenki ébredjen rá, Szent Szellem keresztséget kell venni. Mindenképpen. Az, hogy esélyen legyen, hogy bőkerülök a mennyek országába, mint hogy Jézus a Nikodémusnak elmagyarázta. Arról szól, hogy a Szellem által bemerítettünk Krisztus testébe. Ez erről szól.
római levél 6-3-at megolvasom. Ez is erről szól, erről tanít. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Ezt mondja, ahol nem tudjátok én, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Szóval itt nem vízmerítkezésről beszél ez a tanítás. Nem véletlenül a római levélben leírva a rómainak írt ezt Pál apostol, mert ott is az volt a divat, hogy betolták a vízbe. És rendben. Hát attól, ha bemerítkezel a víz alá, attól még a Szent Szellem kereséget nem kaptad meg, nincs is meg. Még azért látszódik is sok vallásos embere. És ő azt hiszi, hogy jó úton halad. Nem, sajnos nem. Mert Szent Szellem kereség kikerülhetetlen. Mint ahogy mondom, hogy Szent Szellem, nem víz. Szent Szellem és a víz kettő. Az mondja, a többi kereséghez tartozik a Szent Szellem kereség, és a vízkeresség, az más. Na most beszéljünk a vízkerességről. Oda lapodunk a Abcsel leveléhez, Abcsel 11-hez, és szeretném felolvasni. 11-16-ot, halleluja, dicsőség az Úr. Halleluja, szent az Úr. 11-16, halleluja. 11-16-os, igen. Olvasom. Megemlékezén pedig az Úrnak a mondására, amit mondtál. János olyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni. Itt egy más helyzet állt elő. A János olyan vízzel keresztelt, hogy akkor még Jézus nem halt meg. Hát volt még ott a Szent Szellem. Vízzel keresztelte. Na de miután Úr Jézus meghalt, mondta a tanítványoknak is, jobban jártok, én fölmegyek a mennyei atya mellé, mert az én mennyei atyám elküldi a Szent Szellemet, aki mindig ott lesz veletek. Ebbe kell nekünk bele keresztelkedni. Ebbe kell nekünk bele megérkezni. Aztán majd jöhet a víz is. Vagy ha fordítva csinálod, az se baj. De a Szent Szellem keresztség elmarad, az már baj. Még egyszer felolvasom. Megemlékezvén pedig az Úrnak a mondásáról, amit mondta. János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni. Szent Szellemmel. Szóval Szent Szellem keresztségre szükségünk van, mert akkor születünk bele az Istennek a királyságába. Másképp nem vagyunk Isten gyermekei, mondom. Másképp nem vagytok Isten gyermekei, aki csak vízen keresztelkedett meg. Hiába hozzák fel a kincstárnoknak az ige helyét, mikor ugye Fülöp oda ment és a kincstárnok, ha valamit te víz keresztelkedjünk meg. Csak azt elfelejtik, hogy a Fülöp beszélt vele, ott ő már azonnal rájött arra, hogy Szent Szellem keresztségében rég vette. És ott be is belékeztek. Mert erre az ige helyre hivatkozva, hogy csak azért hoztam fel. Láthatatlan többféle keresztségről tesz említést a Új Szövetség. Elég fontos felismerni az adott ige vers, melyikre utal. Arról beszél az ige éppen a újjászületett hívőt, a Szent Szellem bemerít Krisztus testébe, vagy arról, hogy egy idősebb hívő víz alá merít egy új megtérőt. Nagy a különbség a kettő között. Valaki megtér, bemerítik a vízbe, nincsen meg baj. De a Szent Szellem keresztséget nem pontolja a víz. Abban már baj van, a Szent Szellemben nem keresztelkedik bele. Abban is bele kell. Vagy arról, hogy Jézus Szent Szellemmel és tűzzel keresztel meg egy hívő. Természet fölötti módon belehelyezett bennünket Krisztus testébe. Római levélhez odalapodunk a 6. fejezethez. Halleluja, halleluja,
Lényesi Jövense, orvos, ami azt mondja, eltemettettük azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztott Krisztus a halálba az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint egyélettünk vele, úgy feltámadására én szerint is egyélesünk. Tudván azt, hogy az ó emberünk ő vele megfeszítetett, hogy megsemmisüljön a bűnnek teste, hogy azután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogy pedig meghaltunk Krisztussal, hiszük, hogy élünk is ővel. Amen. Hú, ez nagyon komoly, igen. Magyarul, mikor mi már a Szent Szellem keresztségét vettük, ugye, akkor már a Szent Szellem beköltözött a mi életünkbe, és azon munkálkodik, hogy mindenféle bűn, ami ott még volt, az kijöjjön onnét, és várjon odás, és van annak a kereszténynek rá, hogy ő szeretne már tudni mindenképpen az ördögi kötelékek alól kijönni. És akkor, mikor itt írja, amikor már vízbe bemerítkedik, az óember itt meg van feszítve. Ott már víz alól úgy kell kijönni a kereszténynek, hogy mondhatni, hogy már bűnmentes. Mert azt mondja, itt írja, a mi ó emberünk ővele megfeszítetett, hogy megsemmisüljön a bűnnek teste. Szóval magyarul, ha csak vízbe bemerítenek, de Szent Szellem keresztség nincs, és még a bűnök ott vannak, ugye, akkor csak vizes lett. Ugyanan bűnös maradt, de vizes. Száradon bement, a bűn vizesen kijött. Mert az, hogy valaki lepontja a bűnöket, de vágyódása van rá, nem szabadult még, csak lepontja. Lehet, hogy otthon cselekszik, amikor senki sem látja. De amikor Szent Szellemmel keresztelkedsz meg, akkor már nagyon jó a helyzeted, mert ott benne a Szent Szellem munkálkodik te benned. És akkor szép lassan minden bűn, de az ember megszabadult. Úgyhogy még nagyon nem is kell görcsönni, csak hozd egy erős döntést, és az a Szent Szellem segít mindnyájunknak. Az Úr dicsőséghez. Ez a Szent Szellem keresség. És ezt a vallásból nem lehet megtenni, hogy víz alá lenyomtak kérd, és akkor szenvednek ugyanúgy. És nincs a Szent Szellem velük. Kudjának, mint a Nikodémus. Vagy arról, hogy Jézus Szent Szellemmel és tűzzel keresztül, igen. Részesültünk Jézus halálában, amikor Szent Szellem belehelyezett bennünket a Krisztusba, ami közreműködésünkre is szükség van. Ha én nem akarom, engem nem fog megerőszakodni az Úr, hiszen szabad akaratot adott. Itt megint a Nikodémus levele van fölhozva, 1-1-ig most felolvasom végig, hogy mi is ez a Szent Szellem való keresztség, ugye? Amiről Jézus beszél a Nikodémusnak, és ő is a vallásosság fő embere volt, úgyhogy a vallásosság szellemisége ezt a mellen akarja elfogadni, ugye, mert vízbe bemerítkedek, és az is minden rendben van. Nem, nincs rendben semmi. Én nem a vízbe bemerítkedés ellen beszélek, szükség van arra is. De a Szent Szellem keresztsége még nagyobb szükség van. Mert ha a Szent Szellemmel megkeresztelkedsz, de netán vízbe nem merítkedel be, attól még a mennyország. Szóval az pedig politikusok közt egy ember nem, a Nikodémus nyitó főember. Ez jöve Jézushoz éjjel, ugye nem is volt ő, mert föl sem merte vállalni. Éjjel ment oda, ne lássák, hát hiszen egy fő ember. Mondtál néki, mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti e jeleket, melyeket te teszel, hanem ha Isten van vele. Felelé Jézus, és mondtál néki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem látja meg Istenek az országát. A Szent Szellem való keresztséggel van az újonnan születés, ezt az ige is írta. Mondja neki tovább. Mondtál neki, Nikodémus, ha mi mondom született az ember a vég? Vajon bemehet az anyának a végébe másodszor is leszületni? Gondolod-e, milyen sötétség volt? Ezt mondják ezt, hogy haladni lehetett a sötétség. Hogy menne vissza az anya végébe, hogy ismét leszülessen.
képzeld el, annyira rálátása nem volt a Szent Szellem keresztjére. Felelé neki Jézus, bizony, bizony, mondom neked, ez a nyomatékos szava kerek. Ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Mert Isten különbözsége. Ott beszélhet a kegyelemről, a Szent Szellem nem született újjá. És a hatodik igevers ezt mondja, ami testtől született, test a divatlet látja is mindenki. És ami szellemtől született, szellem az. Na el a Szent Szellem keresi. Újjá közületni. Ha valaki megkeresztelkedik Szent Szellembe, hát ott egy tüzet is vesz. Lendülete Szent Szellem. De nem csomóvárom ad az ember, ülottam már 20 éve, de nem is akart semmit se csinálni, mert egy cikla Szent Szellem nincs benne. De a Szent Szellem ott van, hogy egy gyűzsöksz, részt teszem, és az Isten királyságát akarom szolgálni. Persze aztán vannak, akik céltudatosan ennek leartatják, mert nem tudják kelleni azt a tüzet. Ők vannak rendben. Ő bennük van a Szent Szellem tüze. Azt mondja a hetes igéves, ne csodálkozz, hogy azt mondom néked, hát szükség nektek újra születnetek. De így Szent Szellem nem lesz üdvösség, beszélhetteti a kegyelemről. Akinek betöltek egy Szent Szellemet, amely rendülettel tűzre akar cselekedni valamit, vagy a többiek is megcsülessenek. És az ilyet nem szabad lefogni. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Igen, ilyenkor szent harag van bennem. Mert valakiben van tűnök, adon elfajtanak. Helyett, hogy örülnének neki, valaki akar valamit csinálni az Isten királyságáért. Más szóval minden keresztény részt vett az ember halálába Jézus által. Jézus által születünk, Jézus által hal meg a mi testi vágyódásunk, meg minden. Római 6-6-7 adott. Római 6-6-7, halleluja, dicsőség az Úrnak, már föl is megnőttem. Elhaj, dicsőség neked, Uram. Olvasom, Római 6-6, igen. Tudván azt, hogy az óelvelők ővel feszítetek meg, hogy megsemmisüljük a bűnnek teste, hogy azután ne szolgáljunk a bűn. Hát hiszen, mikor Szent Szellem keresztséget vettél, Szent Szellem benned van, akkor te már nem adom tőled az adatot bűnök keresztjére. Akkor mi nem születtél újra? Ilyen egyszer. Ha meg nem születtél újra, nem kerülsz a mennyek országába, ezt mondta Nikodémusnak is. Ez is ilyen egyszer. Menjek tovább. Újuljon meg az elmétek. Meg kell újulni az elmének is. Ugye az ember keresztény lett, attól, hogy elszaladt havonta szaladgál a kenet után, közben otthon van a négy farkülött, akkor betöltődik tényleg, jó érzi magát, halleluja, dicsőség az Úré, ettől még az ő elméje nem fog újra születni. Mert annyi sok szennyet bevett az ember ugye a nagyvilágban, televízió, putuska, mozifilmek, stb. Szennylapok, minden az ember telerakta magát egy csomó szennyet. És ezért mondja az ige, az elméteknek meg kell újulni. Amíg az elmék meg nem újul, továbbra is úgy fogunk működni, ahogy előtte be voltál programozva. Ez sok keresztényen látni. Aki nem született újjá, de még olyan is, hogy újjá született, de a szelleme még nem újult meg, mert ő még hát nem olvas. Van 10 éves keresztény, aki még egyszer is olvast el. De látszódik is rajta. Az ilyen keresztények nagyon tudnak szaladgálni, jön más tanítás, azt is benyeli, ám ott is jön egy kegyes tanítás, azt is benyeli, nem? És jó helyen. Mert egyszerűen nincs mihez viszonyulnia, és nincs letisztítva a nő elméje. És minden szennyes tanítás benyel, ami abszolút nem biblikus. Minden a szuper kegyelem tanítás is, ugye a kegyelem van kész. Nem, mit tudják közület, itt egyértelműen van írva. Figyelj! Az a újjászületés ige által van, odalapodok 1 Péter
1.23. Hú, de jó ez az ige. Nagyon örülök neki. A boldogság volt a szívemben, hogy ezt tanulmányoztam, már nagyon rég kibűtöttem. De tényleg boldogság volt. És úgy örültem, hogy Isten engemet úgy kapott, hogy 5 évig csak a Bibliát tanulmányoztam. Mint hogy most is úgy kívánsát írodom, hogy minden ige olyan fontos, mint azért kell keresed egyébként, de már nem volt kell igazod a benne, mit ki most a tílat? És már a Biblia már 3 szétesett, de azért van beköptetve, hogy ezt tovább tartsuk. Figyelj, milyen jó az ige, és ezeket az ige mondja. Én azért szeretem az igét, a ige helyet is felolvasom, hogy én ki utána nézem, hogy én miről beszélek, érted? Ezeket fejből is tudom egyébként, de nem, felolvasom, ige hely, 1 Péter, 1.23. Olvasom. Mint akik újonnan születtek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. El a világ szent könyve nem bírták kiírtani 2016 év óta. Itt van és minden világon ott van. És ige által újul meg az elmény kitér. Már kikerülhetetlen, hogy tanulmányozzam. Most kérdez, amikor tanulmányozod, és akkor olyan dolgot olvasom, hogy egyszerűen a sok sarlang, a sok szenny, amiben volt, söpör ki az ilyen. Jó, de jó, dicsőség az Úrnak. Jó, halleluja, Atyám, hálásak vagyunk neked ezért. Római levélre romalapodok. Római fejlet. 12-es ige verséhez, és 2-es ige verset olvasom föl. 12-es fejezet, 2. ige vers. Figyelj! És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzon el a ti elmétek megújulás által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarat. Hát ha te elméd nem újul meg ige által, fogalma sincs annak a kereszténynek, mit szeretne Isten az ő életében. Azt hiszem, szalaglálni jön 20 évek keresztül jobbra-balra, meg ott a négy fal között lenne az kész. Sokat látunk ilyet, igaz? Te is láttál meg valakit. 34 éves keresztények. Nincsenek rendben. Mert nem újul meg az elmény. Én nem mondom, hogy nem fogadtak a Szent Szellemet, némelyikkel látni is, meg nyelvekkel is beszél, de amúgy olyan, mint a nagyvilági. Mert még az elméje nem újult újra. Szalagál mindenhol a besérít a gyülekedemben, akkor az én nem megy oda többen. Pedig attól még kellene, aki kell jön. Ha jól nézünk, a besértődünk, hogy nem tudunk megbocsátani. Mert én nem tud megbocsátani. A besértődöttség is az. Megbocsáthatlanság. Azt mondja, mert megbocsátottam neki, de meg akarok vele találkozni. Hát nem bocsátott meg nem. Csak azt hiszi. Az elhitetés szellembe becsapja őt is. Figyeljetek, megyek tovább, befejezős 4.22 alapok, mert ezek mindig erről szólna. Ez nagyon fontos. Ha nincs elmebeli megújulás, küzdködni fog a keresztény életében. És meg ige ismerete se lesz jó, mert az elhitetés szellembe becsapja őt. Még az igényt sem fogja tudni úgy értelmezni, mert nincsen, mert nem újult meg az elméje. Szent Szellem által, az ige által. Halleluja, dicsőség az Úr. Ebben most 4.22. Fölolvasom, mit akar mondani nekünk. Ezt mondja, hogy levetkezzétek a régi élet szerint való óembert, mely meg van romolva család kívánságok miatt. Látod, hogy a kívánság rontja meg az emberi testet. Megkívánja az ember, ez megkívánja, azt megkívánja, azt megkívánja, a kábítót megkívánja, a cigarettát, és nem gondolom én. Mind a kívánság. Azt írja, és felöltöznétek az új embert, amely Isten természete szerint igazságban és valóságban szentségben van. Most is azt gondolom, kegyelem van, mert az van, mert ha nem van, akkor már mit se színnak itt a levegőt. Tényleg kegyelem van. De kell hitálta, meg kell újulni az elménynek, és ha
halleluja, irány a mennyország nekünk. Nekünk is kell valamit tenni, úgy látom. Nem csak a kenet után szaladgálni és halleluja. Azt is kell tenni, az Úr nagyon örül. Meg mi is örülünk, mikor jó kenet van. Mert örülünk. De az elmégnek is meg kell újulni. Ezért meg ma megint tenni kell valamit, igaz? Úgy magától nem tolja be az Úr. Mert mivel hogy szabad akaratot adott, te döntöd el, hogy olvasod vagy sem. Figyelj, Efézus 4:29 célnak kell lenni mindnyájunknak, még ha megbántanak, megsértenek, akkor is. Ha megbántanak, megsértődnek, hát ott meg pont adni, hogy meg ki mindnyájunk belőle. Rávilágít téged, valaki körülött még nincs ember. De nem a nincs fa, hanem ahol megint csak valami közösségbe kell menni. És milyenek az ilyenek? Nem megyek oda többet, mert úgy beszoknak. Hát annál jobban oda kérde, legalább egy kicsit tisztulnak. Figyelj, ha Efézus 4:29. Semmi romboló beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem csak amely hasznos és szükséges az építésre, hogy kegyelmet adjon a hallgatónak. Szóval a káosztatás az megint csak nem, az oltestem, nem káosztatok. De az nem azt jelenti, ha bűnbe leledetik, hogy szeretettel nem mondod ennek. Igen, nagy szeretettel. Ha megsértődöttel, az ő baj a sajnos. Na, halleluja, szóval vigyázz, nem csak a szellemed van hatással a szívedre, szívből szól a száj. Amíg a bűnökben él, nem újult meg az elmén. A bűnös gondolat ajtót nyit az embernek. Ugye, mint tudjuk, azért mondta Úr Jézus Krisztus is a tanítványainak, ha paráda gondolattal nézel egy hölgyre, már bűnös. Ugye most, aki nincs ebben tisztában, mi van már, nem lehet rámérni egy hölgyet, de rám nem. Csak a motoszka nem menjen ott tovább, ott bent. Az már nem szabad. Igazság szolgálójá lettünk mi. A római levélet az alapuló, fölolvasom a 6. fejezetet, 17-19-es ige versét. Halleluja, dicsőség neked, Uram. 17-19, olvasom. De hála Istennek, hogy jó lehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelyre adattatok. Felszabadulván pedig a bűn alól megigazultság szolgáivá lettetek. Szóval amikor az elménk is megtisztul, felszabadulunk a bűn alól. Hát ha egyáltalán nem ismerünk, hogy mi a bűn, hát akkor se tudom, hogy bő kéne szabadulni. Vagy ha nincs ige ismeretünk, akkor be lehet nyelni ezt a kegyelmi tanítást, érted? De sajnos ez szomor azért, mert nincs alapos ige ismeretünk, az elmeik még nem újult meg. Mert ők is kiszedik maguknak ezt a kegyest, a kegyelem van. Kegyelem van, azt mondom, igaz. De én nem mondom, hogy nincs kegyelem, tényleg az van. Csak nem olyan, hogy ők tanítják. Az emberi módon szólok a ti test erőtlenségei miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat tisztátalanságnak, hamisságnak, szolgáljul, hamisságra azonképpen szálljátok oda most a ti tagjaitokat, szolgáljul, az igazságnak szentségére. Erre pusztít minket az Úr. Az igazság szentségére, nem a kegyelem bűnére. Én nem olvasom. Halleluja, dicsőség. Mi helyest megérted a valójában, milyen tiszták vagyunk most már Isten szemében, nem érettek bűnben. Képzeld, hogy Isten úgy néz rá a szellemedre, hogy te tökéletes vagy. Bizony, halleluja, nagyon jó. Nagyon jó, mert jött Úr Jézus, és a mi szellemünket, amikor befogadtunk, beleszülettünk, hogy itt olvastunk, ez a Szent Szellem keresik, abban a pillanatban a szellemed már épp és tökéletes. Mikor egy helyen írja az ige hely, hogy ti már tökéletesek vagytok. Nem a testünkről beszélt ott a Pál apostol. Szellemükről. És az Úr így néz ránk. Aztán sokan azért élnek szexuális erkölcstelenségben, mert romlottnak, szennyesnek tartják magukat. Mert az elméjük még nem tisztult meg, érted, és az ördög túlja. És úgy tolja be, tolja el is hiszi már, és el is követi.
az Úr Isten úgy lát téged, mint aki szellemben tiszta. És ezért is van. A te szellemed már tiszta, mert befogadtad Úr Jézus Krisztust. Vetted a Szent Szellem keresztjét. Krisztus által tisztának kell látni magunkat. Egyános három állam. Oda napon. Jó, valami várom, mit mondja nekik. Azt mondja, egyános három állam. Olvasom. És akiben megvan ez a reménység, ő iránta, az mind szent tisztaságot ölt magára, amiképpen ő is tiszta. Ez a reménység van benned, tudod Isten bennem, ez a tisztaság lesz az életünkben. Mert ez most áll bennünket. És nem a szennyes gondolatok, érted? Az úgy dicsőség az Úrnak. Vadon a túl szellemed van. Ahogy megfogadtad kézzel, aki ennek keresztül is megy az érzés, illetve teljesen más. Vagy nem? Mi vagyunk állam. De én is úgy érzem. Tudom magam, hogy az ember voltam, most meg tudom, hogy hú, mi bűnökünk ki volt az Úr, halleluja. Mert nagyon nem is kellett görcsönni. De akartam, persze. Nem erőszakolt meg a Szent Szellem engemet, de én akartam. Ő meg megtette. Nincs őség az Úr. De ezért kellett nekem tenni, és az elmének is meg kellett újulni, és ugye ezért olvashattam én meg a Bibliát. Milyen jó volt, hát ott ugráltam, örömömbe sokszor, mikor a lényeget, ott ugráltam. Ilyen jó. Azt mondja, a szellemedet többé már bűnös cselekedetek sem tudják többé már beszennyezni. Szellemedet még azt sem tudja. Még itt a lélekkel lehet baj, ugye, mert ez egy folyamat, de már a szellemedet nem tudja. Még el is követed a bűnt, addig így tudod a szellemedet, már nem követed volna. Igen? Pál apostol is ugyanerről beszél. Azt mondom benne, a Szent Szellem tudja a szellem bennem, hogy azt már nem kéne elkövetni, de van még a tagjaimban, ami elkövette a bűnt. Gyönyörűen leírja Pál apostol. De ez is egy folyamat. Mert még azt sem fogjuk megengedni az ellenségnek. Hát azért fejlődünk folyamatosan és tisztul. Róma 6.22 alapozott. Róma 6.22. Halleluja! Azt írja, olvasom. Most pedig minek utána felszabadultatok a bűn alól, szolgáival lettetek pedig Istennek. Megvan a gyümölcsötök a szentségre, vége pedig örök élet. Halleluja, dicsőség az Úrnak! Vége pedig örök élet. Ezt kapjuk, hála Istennek. Megszabadulunk a bűntől, szolgájá lettünk Istennek. Öt szolgáljuk is. Kis jelentjükből nem is vagyunk hajlandók, csak Úr Jézus Krisztus szolgálni. Uram, a te egyszülött fiadat, aki ott van a te jobbodon, de a királyok királya, uraknak, urakinek a nevére mindent meghajolnak, és mi is azt mondjuk, hogy embereknek tetszenénk, Jézus szolgálja nem lehetnénk, csak Jézus vagyunk hajlandók szolgálni. Ez nem azt jelenti, hogy alázattal nem tudjuk magunkat behelyezni bármilyen vezetés alá, ami ismeri. Amen. Amen. Kérdés. No, valami a túl szellem van bőt. Ez nagyon jó. Igen. Na azt mondja, hogyan a Úr dicsősége szellemmel kell járnom, és nem ige szerint. A szeretet törekszik a végességre. 1 János 4:17-től olvasom. 1 János 4:17. Még pontos ez? Mert nagyon sokan beszélnek a szeretetről, nagyon tudnak mosolyogni is, még nagyon jól meg is tud ölelni, amikor valami nézet eltérés van, akkor még mindjárt kiderül, hogy az nem is olyan. Hogy azt ő mutatta. Figyeld, 1 János 4:17 azt írja. Felolvasom. Azzal lett teljes a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van ítélet napjához, mert amit ő van, úgy vagyunk mi is evilánk. Ő van, mi is úgy vagyunk ebben a világban. Minket már a világ nem érdekel. Minket csak is Úr Jézus Krisztus, hogy őt tudjuk szolgálni, és csak is Úr Jézus Krisztus nevét emeljük, és minden dicsőséget neki adunk. Minden dicsőséget nevét. Nem a milyenként. Úr Jézus Krisztus szelleme küldetett el a szíveinkbe. Róma 8:9-től olvasom. Róma
Isten szelleme lakozik bennetek. Akiben pedig nincs Krisztus szelleme, az nem az övé, ne szemeket kegyelem tanítás. De a Krisztus szelleme nincs benne, az nem az övé. Aki meg még a bűnöket csalálatosan űzi, az még az örömnek a szolgálja. Akkor nem a Krisztus szelleme a parancsnokon benne az életében. Szellemed már tökéletes, ugye erről beszéltünk. Ott van benned az Isten élete, de lehet, hogy nem tapasztalod meg a fejed miatt, mert még nem újult meg az értelmed, amiről beszéltünk. Elemének is újra kell születni. Mert egy biztos, mikor te megvallod, akkor a Szent Szellem beléd költözik. De mivel nem újította meg az elemét, a sok szenny még jön, betudod, ez se hiszi. Az ördög be tudja csapni az ilyen embereket. Mert ugye nem tudja, az elemé nem tisztult meg. Sátán jön be az életedbe, és az lerombolja. Újítsd meg az elmédet, amiről ugye már beszéltünk, és tartsd el zárva az ajtót a sátán előtt. Figyelj, a római 7.1.3-ban olvasom, azt írja, amely nem tudjátok-e atyánk vélemet, a törvényismerőkhöz szól, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Mert fényes asszony, amíg él, a fény hozzá van kötve, törvény szerint. De ha meghal a fény, felszabadod asszony, fény törvény alól. Azért tehát az ő fényének életében parádnának mondatik, ha más férfi hoz meg. Halomna meghal a fénye, szabadtá lesz a törvénytől, úgy, hogy nem lesz parádna, hanem más férfi hoz mehet. Itt én ebből az igényből azt veszem le, hogy ha valaki összeházasodott keresztény, akkor már nincsen elválásra semmiféle ok. Csak ha nem olvas a Bibliában, ahova tütötte, vágta őt a fényét, vagy az asszony a fényét, ahogyat is hallottuk, hogy akkor elvált. Vagy engem itt a nyomok megcsal, persze nem nyomik már, de még akkor se, hát a parádnaság esetét kivéve ír a Máté evangélium a vállást. Szóval úgy, hogy összeköttettél, össze vagy kötve, a Szent Szellem ikleti az ellenedet. 1 Korintus 14 alatt 1 Korintus 14. fejezet, 14-es időverset szeretném beolvasni nektek, azt olvasom. Mert ha nyelveken imádkozom, szellemem imádkozik, de értelmem gyümölcstelen. Szóval magyarul, amikor Szent Szellemmel betöltekedel, veszed a Szent Szellem keresztséget, aztán azért, hogy a bűnmegvallás egyáros levele írja, varjátok meg egymásnak bűnéteket, hogy megszabadulhassatok. Bűnmegvallásra azért van szükség, ne legyen joga a sátának az életet, betakarodjon ki. Mert ahogy ők kitakarod, ott jön a Szent Szelleme helyette. Be tudsz töltekedni Szent Szelleme. És mikor a Szent Szelleme betöltekezi, a Biblia azt írja, az egyik jelen nyelveken kezdve szemezélni. És itt írja az ige, hogy megint felolvasom, mert ha nyelveket imádkozom, szellem imádkozik, nem az én emlém, szellem. De az értelmem gyümölcstelen. Magyarul, amikor szellemben imádkozunk, az nyelveken, közvetlen Istennek beszélget. És az ördög nem tud mit csinálni, csak bérjel. Bérjel, hogy ő ismerhetünk valamikor, Lukás 14-9, tapasunk őt. Kinyom kacskon, nyakon taposunk, és nem állt nekünk. És el is hiszük meg, mert ő már nem bent van, hanem ki. Na hát akinek még bent van, az nem tapossa, mert az bent van, nem tudja taposni. De akinek már kint van, bizony az tapossa, és ne is engedje be. Úgyhogy nyelveken való beszéded, és szükséges, betöltekedünk, nyelveken beszélünk az Úr dicsőségére. Azt mondja a Galata 2.20, alapon okra olvasom nektek. Galata 2.20, halleluja. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus, amely életet pedig most a testben élek, az Isten fiában való hitemben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Amen. Úgy
úgyhogy már élünk többé, de nem én, hanem Krisztus él bennünk. Ezért élünk. Istené, halleluja. Testnek a novembernek szólt a törvény, de már meghaltunk a törvénynek. Róma 7-6. Róma 7-6. Törvénynek már meghaltunk. 7-6 ezt írja. Most pedig megszabadultunk a törvénytől. Minek utána meghaltunk, arra nézve, ami fogva tartott bennünket, hogy szolgáljunk a szellemnek újságában, és nem a betű óságában. Kötelvédő megszabadult. Aki téged kárhoztat fel a szójára, nagy a kázba van, nagy veszélybe van, mert ő alá ment a törvény alá, te nem vett magadra. A törvény csak a bűnös természettel rendelkezőknek adatott. 1 Timóteus 1.9. Megkeressük ezt 1 Timóteus 1.9-et. 1 Timóteus 1.9. Halleluja. 1 Timóteus 1.9. Olvasom. Akik megtartott minket és hívott a szent hívással, nem a mi cselekedetei szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nekünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Amen. Hú, örök időknek előtte. Az egyik igazt írja, figyelj, a földlevezés előtt én a minnyián készen álltatok. És jöttetek a mennyei atyába. És figyelj, de már milyen öreg szellemek van bennünk. És azt mondja az egyik, igen, megyünk haza. Akkor nem vagyunk otthon, nem hát. Hány az, ami ott adunk ez a földből, ez egy jó kis gyakorló pálya. Hogy megszabaduljunk a beszédtődéstől, megszabaduljunk a megbocsátatlanságtól, és mindenféle depressziótól, és mindentől. De megszabadulj, csak úgy tudsz majd, ha valaki tudassa veled, hogy ez még ez a csomag benned van. Az hogy tudassa? Ha már mond neked olyat, ami neked nem tetszik, akkor mindjárt tudod, hogy ez még benned van. Ilyen egyszerű. A törvény nem a keresztényeknek szánták, az elveszetteknek szól, akik meg kint szaladgálnak. El vannak veszve, igaz? Mert ők még nem tudják. Na nekik szól a törvény, nekik lehet a törvényről beszélni. Először az evangéliumot hirdeted, ugye? Az örömi, aztán okoskodik, nagy okos, akkor elmond neki, figyelj, én akkor a törvényről beszélsz neki. Figyelj, ezt írja Istenem a szent írása, van ám itt egy pokol, még oda is lehet kell. Akik meg még él a óemberük, akik még a testiek, a törvény kormányozza az óemberüket, de az új emberüket nem. Szóval magyarul, aki már új ember, azt már az óemberi test nem vezetheti. A Szent Szellem kell, hogy vezessen tégedet. Ha te már Szent Szellem keresztséget vettél és betöltekeztél nyelveken beszélsz, nem hagyhatod, hogy a test vagy az ördög dirigáljon neki. Nincs törvény az új emberünk ellen, új természetünk ellen, mert nincs hajlama vagy képessége a bűnre. Galata 5.22 mit így elfigyel. De a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szerénység, mértékletesség. Ez a Szent Szellem. Az ilyenek ellen nincs törvény. Ha nem, ennek már betörtek ezt. Ennekre már nincs törvény. Hát úgy, mint Úr Jézus Krisztus. Ő betöltött a törvény, nem betartotta. Betöltött. Mivel? Szeretett. Itt a bősorot. És nekünk is ilyennek kell lennünk, nincs mese. Ilyennek kell lennünk nekünk is, és ilyenek is leszünk, hiszen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Akik Jézus Krisztusban vannak, és szellem szerint járnak, ha újjá születtél, szellem szerint jársz. Testvéreidben a jót látod. És nem kárhoztatod őket a törvényen. Isten templomai vagyunk. Galata 2.20.
ettől az Isten templomai vagyok. Halleluja! Olvasom. Krisztussal együtt megfeszítettem, élet pedig többé nem én, hanem én bennem Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiával való hitben élek, aki szeretett engem és önmagát adta érte. Amen. Ennek megértésére nem a bűnre szabadít fel, hanem a bűntől szabadít meg minket. Nagyon nagy különbség van. Nem a bűnre szabadít föl a kegyelem tanítás, hanem a bűntől szabadít meg. Hú, de nagy különbség van. Igaz? Milyen nagy a különbség? Ha megérted Isten szeretetét, működni fog a hited, mert a hit szeretet által munkálkodik. Galata 5-6. Figyelj csak, milyen jó kis igen. Olvasom. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmegtékenés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Ez kéne a kézben van. Amennyi a szeretet, annyi a hit. Ahol nincsen semmiféle hit, nincs ott szeretet sem. Együtt munkálkodik. Ahol a szeretet növekedik bennem, a hitem is növekedik. Egyre erőteljesebb leszek mindenben. Tudom, dicsőséget, nagyon jó. Halleluja, Galata 5-6 írja. Hogy megérted Isten jóságát, megtörik fölötted a bűnhatalma. Kész! Nem tud kínozni téged. Megszabadulsz tőle, és neked csak ennyit kell, hogy tagadodsz. És annak menni kell. 1600 irányba szaladtam. Dicsőség az. Úr, minden árkodat fölvitt, írja valat a 3-13. Nem hagyod, hogy az ördög károsztasson téged. Zsidó 10-1 odalapul a fölolvasat. Egy pár ige, és ezt így előre be is fejezzük. Halleluja, szeretik az Úr. Halleluja, szent az Úr, melyiket 10-1-2, olvasom. Ezt mondja, mivel a törvényben csak árnyéka van az eljövendő javaknak, nem a valóság igazi képe, azért azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletességre juttatni odajárulókat. Ez a zsidóknak. A zsidók levele 10-1. Különben megszűnt volna az áldozás, hiszen ha egyszer megtisztultak volna az áldozók, többé semmi nemű bűntudattal nem bírtak volna. Ha egyszer te megtisztultak, ugye mert mindig áldozatokat vittek. Hát ez már rég meg van szüntetve. Itt már ezt már áldozott itt már egyszer, Úr Jézus. Az már feláldozta magát, mérettünk. Az Úr dicsőség, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Azt mondja, Lukács 11 odalapulok, Lukács 11-re, és felolvasom, 11. fejezet 10-13-as jelenség, ami azt mondja, mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, az örgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, aki a fia kenyeret kér, és ő talán követ áll neki, vagy ha halad, vajon hal behelyett kígyót ad neki, avagy a tojás kér, vajon skorpiót ad neki. Ha adnék ti gonosz léteteket, tudtok a ti fiataknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább áll a ti mennyei atyátok szent szelleme azoknak, ki tőleg érik. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Halleluja, dicsőség neked, Uram Isten. Atyám, hálásak vagyunk neked, Uram, hogy te azt írod az igédben, hogy kérjük és adatik, Uram. Atyám, mi kérjük, hogy te csúdoltik töltsébe bennünket a te szent szellemednek a jelenlétünk, Uram. Köszönjük, Atyám, hogy te megírod, hogy bennünk lakozol, Uram. És ezért mi hálásak is vagyunk, Uram, és várjódásunkban, Uram, még többet és többet kérjük belőled, Uram. És mi nem nyugszunk addig, hogy az igéd írja, hogy mi átváltanunk Úr Jézus Krisztus képére, Uram, mi ezt hittel elvettük, mert te nem ember vagy, hogy hazudjál, Uram. Köszönjük neked a te szent szellemi jelenlétedet, Uram. Köszönjük, hogy ez a szent szellem mosta ki belőlünk mindazokat a bűnöket, amik benn voltak a mi edényünkben, Uram. Ezért, Atyám,
Uram, hálásak vagyunk, és téged dicsérünk, téged magasztalunk, Uram, és minden dicsőséget neked adunk, Uram. Köszönjük, Atyám, ezt a mai alkalmat, Uram. Köszönjük a Szent Szellemnek a jelenlétét, Uram. És köszönjük, Atyám, hogy te azt hittad, hogy kette, hárman, egy akaraton vagytok, és amit kértek, már megkaptátok, Uram, múlt idő. Uram, ezt hittel elvettük, Atyám, és csak hála tudja ismét elhagynani a szánkat, Uram, hogy te ezt nap, mint nap bebizonyítod, Uram Istenem, hogy mai nap is, tegnap, ma is, mindörökké ugyanaz vagy, Uram, mert Jézus Krisztus tegnap, ma is, mindörökké ugyanaz, tegnap is gyógyított, ma is, és holnap is fog, nincsen szabadságon, nem gyerült le, nem az orvosok, hogy senkit sem, Uram Istenem, ilyet nem olvasunk a te szentírásodban, Atyám. És ezért hálásak vagyunk, Uram Istenem, hogy a sok kétel, ami volt bennünk, Uram, egyre jobban szűnik, és elártal a mostáni magit hitünk, erősödik, Uram, és mi gyereket és csodákat fogunk tenni, Uram, ezt is hittel elvesszük, Uram, mert ezt te írod a szentírásokba, és mi hiszünk, hogy az igenysége Isten nem ember vagy hazudjék. Amen.